Merre tovább Európa? Ezt a kérdést tette fel nemrég megjelent véleménycikkében Hídvégi Balázs. A fideszes európai parlamenti képviselő szerint az Európai Unió működésével kapcsolatos általános politikai válságjeleket csak a vak nem látja. Magyarország esetében pedig köszönhetően a magyar kormányzat határozott, a konfliktus kerülés helyett inkább a konfrontációt felvállaló politikájának különösen élesen látható, hogy probléma van, fogalmazott a képviselő. De miben ragadható meg ez a probléma, és mi a teendő? Erről beszélgetünk. Hídvégi Balázzsal, a Fidesz európai parlamenti képviselőivel, akinek jó reggelt kívánok, jó reggelt, és ahogy itt már a bejátszóban idéztük, öntől is és másoktól is hosszú évértékelő elemzéseket lehetett olvasni, és ön is úgy fogalmazott, hogy szövetségeseket kell találni, mert nyilván a Brexit az nem lenne jó Magyarországnak egy huxit formájában, és ugye Orbán Viktor is úgy fogalmazott, hogy nem az a terve, hogy ott hagyjuk, hanem hogy elfoglaljuk Brüsszelt. A kérdés az az, hogy hol vannak a mi szövetségeseink, és hogy lehet szövetségeseket találni, mondjuk a folyosóról nézve, mert ugye legutóbb ugye ez történt, hogy Orbán Viktor, tudjuk azt, hogy a német kancellár javaslatára, de azért elhagyta azt a bizonyos termet. Szövetségeseink a választópolgárok között vannak, és azokban a politikai körökben, politikai erők között, amelyek hasonlóan hozzánk egy józanabb, hatékonyabb és az emberekre jobban odafigyelő Európai Uniót szeretnének, ahelyett, hogy folytatjuk, vagy folytatnánk ezt a megosztó ideológiákba ragadó, és valójában nem az emberek érdekét képviselő politizálást, ami az elmúlt éveket jellemezte. De akkor ez azt jelenti, hogy a szövetségeseik itthon a fideszes szavazók, és ennyi? Nem, nem. A szövetségeseink azok a szavazók, azok az európai emberek, akik úgy gondolkodnak, mint mi. De ők ugye nem a Fideszre fognak szavazni. Ők más pártokra fognak szavazni, és számos ilyen politikai erő van Nyugat-Európában is, Franciaországban, Spanyolországban, más országokban, akár itt a Visegrádi térségben. Nemrég készült egy felmérés, a Századvég kérdezte az európaiakat, egy nagyon átfogó, sok ezer főt magában foglaló felmérésről van szó, fontos ügyekről, a háborúról, a gazdaságról, ideológiai kérdésekről, és megdöbbentően magas számban értenek egyet egyébként máshol is Európában. Azokkal a pozíciókkal, azzal a hozzáállással, amit mi képviselünk. Én remélem, hogy a szövetségeseink is jól teljesítenek majd júniusban, és egy józanabb és hatékonyabb európai parlament tud felállni. Ugye azért ez most úgy tűnik, hogy talán a kétsebességes európai felé mehet, mert azért döntő többségében, még hogyha lesznek szövetségesei Magyarországnak, akkor is kisebbségben marad az európai döntéshozatalban. Maximum annyit sikerül elérni, hogy ez a kétsebességes Európa mint ötlet jobban felpörög. Az meg nekünk nem biztos, nekünk nem célunk a kétsebességes Európa, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy ez az Európai Unió az a szerződések alapján működjön, azon szerződések alapján, amelyek hatályban vannak. Ne próbálják ezt állandóan Brüsszelből, főleg a bizottság vezetői megkerülni és lopakodó módon gyakorlatilag átírni azokat a szabályokat, amelyek alapján működni kéne az uniónak. Hogyha a parlamentben a jobb oldal megerősödik, az járhat egy olyan eredménnyel, hogy az Európai Néppárt, amely középen helyezkedik el, és amely az utóbbi években kizárólag bal felé volt nyitott, és ott kereste a kompromisszumokat, meg a szövetségeseket. Az nyit a jobb oldal felé, ez az utóbbi időben nem így volt, és akkor rögtön egy sokkal jobb összkép alakulhat ki, rátermettebb vezetők és józan a politikai döntések. Ugye miközben Európában keresünk szövetségeseket, a nagy nyilvánosságban viszont mégsem európai politikusokkal tart fenn nagyon jó baráti viszonyt a Fidesz és Orbán Viktor, hanem például Donald Trump-al, Erdogánnal, például Trump boldog karácsonyt, hogy rohadnátok el a pokolban, üzente a politikai riválisainak, Erdogán pedig népirtásnak nevezte a gázai háborút, és Izrael terrorista államnak, Netanyahu-t pedig Hitlerhez hasonlította. Ők a szövetségeseink, akikkel például Izrael szempontjából teljesen mást gondolunk, mint mondjuk Erdogan és Törökország? A politikai együttműködésben sosem az a cél, és nem egy reális elvárás, hogy minden egyes kérdésben teljesen egyetértsünk a másikkal. A politikai szövetségkötésben, a tárgyalásokban az a cél, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol lehet együttműködni. Közös érdekek alapján, mivel a saját érdekből kell kiindulni, és figyelembe kell venni a másik érdekét is. Mi nem azt mondjuk, hogy mindenben mindenkivel mindig egyetértünk, és az Európai Uniónak sem ez lenne a feladata szerintem, hanem sokkal inkább a saját érdekét nézve, európai érdekét nézve kellene például az itt mellettünk zajló orosz-ukrán háborúban egy más pozíciót elfoglalni, erről is írtam ebben az írásban. Szükség lenne arra, hogy jobban odafigyeljünk arra, hogy vajon mi az európai érdek ebben a konfliktusban, és ne kritika nélkül szolgáljunk ki mondjuk egy atlanti érdeket, vagy egy Egyesült Államok érdekét, aminek lehet egy logikája egy hatalompolitikai szempontból, morális kérdés, vagy már morális szempontból más kérdés, hogy mit gondolunk róla, de lehet benne
benne egy logika, de itt nem halljuk azt, hogy az európai érdek jelenne meg. Sokkal inkább egy ilyen monoton előre menő kritikát meg nem fogalmazó hozzáállást látunk. Izrael szempontjából, illetve Izrael és a Hamas háborúja az Erdogan és Magyarország viszonylatában hogy kerül elő? Mert ugye talán Erdogan az, aki a legnyíltabban mást gondol a szövetségeseink közül erről a háborúról, mint Magyarország. Törökországnak más a geopolitikai pozíciója, más a történelme, és más a konklúziója ebben az ügyben. Nem kell nekünk ebben mindenáron egyetérteni. Az viszont egy európai kérdés, hogy Nyugat-Európában, ahol jelentős a migráció következtében kialakult muzulmán népesség él, és folyamatosan nő ez a szám, az nem tudja kezelni ezt a szituációt, biztonsági, társadalmi feszültségeket okoz, amelyet egyébként megválasztott kormányok sem tudnak rendesen mederben tartani. Ez az igazi probléma, meg az, hogy az antiszemitizmus olyan szinten jelent meg Nyugat-Európa utcáin, városaiban, intézményeiben, amilyen szinten ezt láttuk az elmúlt időszakban. Amikor Bucsában azt láttuk, hogy ukrán civileket ölt meg hát tucat számra az orosz hadsereg, akkor azt miért nem sietett úgy elítélni a magyar kormány, mint amit a Hamas csinált Izraelben? Magyarország teljesen világos álláspontot foglalt el az orosz-ukrán háború ügyében, beleértve annak minden részletét. Azt mondtuk, hogy amikor atrocitás történik, vagy történt, azt minden körülmények között ki kell vizsgálni, egy független testületnek kell kivizsgálnia, és hogyha háborús bűn került elkövetésre, az ugyanúgy büntetni kell minden esetben, ahogy az korábban volt. Ez teljesen világos jogi álláspont. Sok ha volt, meg atrocitás. Ugye nem lehet deklarációk alapján, újságcikkek alapján ilyen kijelentéseket vagy konklúziókat levonni, ezek ki kell vizsgálni, akkor is, hogyha egy híradás ezt megmutatja, utána ki kell vizsgálni, aztán lehet lépni. De a legfontosabb ebben az ügyben az, hogy nekünk a béke megkötésére kellene koncentrálni, amihez az első lépés egy tűzszünet, és az a más hozzáállás, az a más megközelítés, amely azt mondja, hogy erről kell beszélni, Európának erről kéne egyébként ez ügyben kéne erőfeszítéseket tennie, nem pedig folytatni azt a láncot, amely gyakorlatilag egy folyamatos és állóháborúvá ragadó, vagy állóháborúba ragadó konfliktus jelent. Ugye, ha már szövetségesekkel kezdtük, akkor zárjuk azzal is, ami Lengyelországban zajlik, mert ugye ott fontos szövetségesét veszített el a magyar kormány, és ugye nagyon kiélezett a helyzet a lengyel közmédia kapcsán. Ne menjünk bele a részletekbe, ugye annyi történt, hogy az új kormány kulturális minisztere leállította az állami hírcsatornát, elbocsátotta a közmédia vezetőit, most éppen felszámolja a közmédia alá tartozó vállalkozásokat. Ennek ugye az elnök reakciójaként megvétózta a kormány törvényjavaslatát. Hogy értékelik ezt a helyzetet, ami ott a közmédiában és általában Lengyelországban most zajlik? De nagyon fontos dologról van szó, azt gondolom, és messze menő következményei vagy relevanciája van Magyarország szempontjából is, meg egészen egyébként az Unió szempontjából is. Tudnék, az történik, hogy egy választási győzelem után egy koalíció megkötését követően gyakorlatilag lábbal tiporja az új kormány a jogrendet. Tehát úgy akar felülírni törvényeket, alkotmányos rendet, ahogy azt nem teheti meg, és Brüsszel csendben van, tehát azok az emberek, Jurovától kezdve Didier Reindersen át von der Leyenig, akik állandóan a jogállamiságot kérték számon a korábbi lengyel kormányon, most, amikor egy nyilvánvaló jogsértés történik, akkor csendben vannak, nem szólalnak meg. Nem lehet úgy jogállamiságról beszélni, nem lehet úgy európai együttműködést építeni, hogy ilyen szintű kettős mérce mutatkozik meg. Az nem elfogadható, hogyha nekünk valaki szimpatikus, az bármit megtehet, ha pedig valaki nem szimpatikus, mert nem értünk egyet vele mondjuk értékrendi ügyekben vagy másban, akkor az akármit csinál, azt a legdurvább módon támadjuk. Ez aláássa ugye a jogrendet, ez nem jogállamiság, ez pont annak az ellentéte. Ezért érdemes erre odafigyelni, és tiltakozni kell minden ilyen fellépésre. Valóban ez az olvasata az eseményeknek egyrésztről. Lengyelországot is nagyon megosztja az, ami a közmédiában zajlik, de hadd idézek még valamit, mert ez meg a másik olvasata. A lengyel állami tévé egyik prominens műsorvezetője Varsóban egy kerekasztal beszélgetésen úgy fogalmazott, Marcin Folskyról van szó, hogy durvább propagandát csináltunk, mint a kommunizmus alatt. Bűntársként mondom, a TVP-nél a sztálini logika érvényesült, aki nincs velünk, az ellenünk van, az egész nemzetet meggyaráztuk egyszerűen ezzel a propagandával, amit az elmúlt hónapokban a kampány alatt árasztottunk. Nézd, ez egy szerkesztőnek vagy egy műsorvezetőnek a véleménye lehet természetesen. Lehet ez a véleménye természetesen, mások nem így gondolják. Az a helyzet, hogy ha át akarják alakítani a lengyel közmédiának a működését, fogalmát? Akkor az törvénynek megfelelően kell megtenni. Hogy definiálná a közmédia fogalmát?
Egy közmédia minden országban ugye az a média, amely a politikai történésekről pártatlanul minden oldalnak az álláspontja, de mondta, beszámolt. Ez nem volt pártatlan. Neki ez a véleménye, de másoknak nem ez a véleménye. És még egyszer, nem csak arról van az, hogy hogy ítélünk meg egy műsort, vagy egy időszakot akár, neki lehet ez a véleménye. Arról van szó, hogyha át akarják alakítani a lengyel közmédia működését, akkor a lengyel alkotmány és a vonatkozó törvényeknek megfelelően kell megtenni. Ezt egyébként Duda elnök is elmondta, hogy átalakíthatják ezt, csak tegyék meg a törvényeknek megfelelően. Ne küldjenek be rendőröket az adás közben, és távolítsák el a műsorvezetőt, miközben élőadásban van. Ugye ez nem elfogadható. Ez a megfélemlítésről szól, és a törvények nem tiszteletben tartásáról. Ezt nem lehet hagyni, és még egyszer mondom, nem lehet itt kettős mércet, tehát nem politikai szimpátia alapján kell ezt megítélni, hanem pártatlanul. Ezt várjuk el a lengyelektől is. Aki propagandát csinált a közmédiából, a lengyel közmédiából, az hibázott? Az betartotta ezeket az alkotmányos feltételeket, hogy pártatlanul kell tájékoztatni? Ez szubjektívenek a megítélés, hogy mi a propaganda, hát a vagy ki mit mondott, hogyha a saját véleményét mondta, ha a saját véleményét mondta egy műsorban, akkor azt joga van elmondani, azt gondolom. De az vélemény, az nem hír. Értem, de akkor sem lehet ezt előre megszabni. Egy szerkesztőnek a véleménye, aki szerint részrehajlóak voltak, az egy fontos vélemény, és vannak más vélemények is. Ha át akarja alakítani az új kormány a lengyel közmédia működését, törvényeknek megfelelően kell megtennie. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Jöjjön máskor, és boldog évet! Köszönöm szépen, boldog évet!